Ezzel az interaktív feladattal kezdődött a tanóra. A képzés az angol nyelvű amnestia nyelvvizsgára készíti fel a jelentkezőket. Az amnestiás, mi hívjuk így amnestiás tanfolyamokra, azok jelentkezhetnek, akik volt hallgatói a Kaposvári Egyetemnek. A törvény szerint azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik 2013 nyarán, vagy az azt megelőző időszakban záróvizsgáztak, de még nyelvvizsga hiányában nem szerezték, illetve nem kaphatták észhez a diplomájukat. Ez nyilván, hogy könnyített lehetőség azoknak, akiknek nem sikerült a nyelvvizsgája. Azért érdemes ezt választani, mert itt nagyon jó arányban a felkészítés után le tudnak vizsgázni a hallgatók. Igaz, hogy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt nem ad, de annak tulajdonképpen elégséges feltétele, hogy a diplomájukat át tudják venni. Csizmadia Margit 2013-ban végzett gyógypedagógia szakon, de akkor nyelvvizsga hiányában még nem tudta készhez kapni diplomáját. Azért választottam ezt a lehetőséget, mert nekem ez most nagyon kényelmes, ide tudok járni. Ugye nagyon sok akadálymentesített hely nincsen Kaposváron nyelviskola, ahova el tudnék járni, és szerintem ez a legjobb most nekem. Angol nyelvet tanulok, és már volt, érettségiztem is már angolból, úgyhogy remélem ez is sikerülni fog. Általában úgy szoktak összejönni a csoportjaink, hogy tanév elején, tehát egy augusztus végén, szeptember elején jelentkeznek a nyári időszakban, és akkor indítunk egy tanfolyamot, illetve januárra szoktak összejönni megint tanfolyamaink. Ezek pedig már az írásbeli vizsgaképei. A tanulók többsége az ilyenkor megszokott vizsgadruk mellett bízik azért a jó eredménybe. Úgy állok hozzá mindenképpen, hogy szeretném, hogyha sikerülne, próbálok tanulni rá, és itt az órákon nagyon sokat tanulunk, tehát nagyon aktívak az órák, és nagyon jó pofák. Leginkább csak a diploma miatt szeretném most, tehát a munkám során most nem kell használnom egyelőre, de majd a jövőben lehet, hogy szükségem lesz rá. Volt azonban olyan is, akinek kifejezetten meghozta a kedvét a további nyelvtanuláshoz a felkészülés. A magam részéről egy óriási haszonnak tekintem, főleg, hogy költséghatékonyabb is, mint a nyelvvizsga. Tehát klasszisokkal kevesebb így, persze nem helyettesíti a nyelvvizsgát. Ellenben én például határozottan kedvet kaptam ahhoz, hogy ezek után meg is csináljam a nyelvvizsgámat, úgyhogy igen, nekem határozottan bejött ez a képzés. A képzés 50 órás felkészítő tanfolyam, tulajdonképpen is egy vizsga. A tanfolyamra jelentkezni az egyetem honlapján közzétett jelentkezési lapon lehet, ezt el lehet küldeni online hozzánk, és akkor ezen megadják az adatokat, és felveszük a hallgatókkal a kapcsolatot. A jövőben tovább tanulni szándékozóknak azonban figyelembe kell venniük, hogy egy kormányrendelet értelmében 2020-tól már a felsőoktatási felvételihez is szükséges lesz egy legalább középfokú nyelvvizsga.